készítettem ide egy kis vizet, mert szomjon halnék, úgyhogy nem egyébként szokon csinálni, hanem a korhintom belőle. Star Wars szimplakátokat nagyon sokan gyűjtik, nagyon sokféle célzattal. Ugye az ember először úgy kezdve kirak egyet a falára, aztán kettőt, három, aztán a 23 napon kerül a szekrénybe, aztán utána meg mindenfelé, ahol csak lehet. Nem egy könnyű műfaj, de megvan az értelme, megvannak a hagyományai, és megvan az értékelés ezeknek a filmokatoknak. Erről következik most egy kis átfogó előadás. 1976, Ralph Corey csinál az első plakátterveket, ezekről sosem lettek plakátok, de a koncept artjaiból úgy tudható, hogy összeeszkábál néhányat, a film készülőt belévő filmkedélyét, ugye ezt a logó tervet ő találta ki, ezt a furcsa Star Wars tervet, amit láthatunk. Aztán újra az évben már a könyvborítóhoz is az ő koncept artjait használták fel, hogy az első kérdés, hogy Star Wars könyvnek ez volt a borítóján, ez a novemberében, ami elég tekintélyes könyvnek számon kelt el, 2 milliót adtak előre William Morrison Amerikában, és a film még mindig nem volt sehol. Ezeket a koncertátokat aztán később hasznosították, például a Rebels című sorolban fölbukkantak hasonló Darth Vader, meg hasonló mindenféle robotok is. Azt az első igazi plakát 1976-ban ugye Howard Chaykin nevéhez fűződik, aki a San Diego Comic-Con-ra csinálta ezt a plakátot, $1.75, mert az előző előadásban hallhattátok, akkor állották ezt a plakátot. Ma már ilyen nagyon komoly összegeket, tehát $1000 körüli összeget is megérhet egy ilyen, hogy valakinek meg az eredeti. Honnan tudjuk, hogy eredeti, hát látszik a papírján, tehát azért könnyű legyomozni egy ilyet. Ő a klasszikus képregényes műfajt választotta alapul, és ez visszatükröződik ugye a plakátok is. Az első teaser plakátok, amik már konkrétan a filmről szóltak, viszont nem ők voltak túl gondolva. Inkább csak nagy felirat, hogy jövő nyáron, ugye ez még 76 végéről szól, akkor láthatjuk majd a filmet, és valami csodálatos dolog fog történni ebben a galaxisban. Hát mi fog történni? Hát mert láthatunk egy filmet, de miért? Tehát ez feszegető volt a kérdés, és ugye a következő év elején már megvolt a konkrét premier dátum is, ugye sok arcolói halasztatás után már is 25-öt jelölték ki, ezért rá is került erre a teaser plakátra, és a végleges Star Wars logót is láthatjuk rajta. Aztán nagy előrelépés volt, hogy John Murky munkássága, aki szintén sok plakáttervet csinált, és ezekből ugye a bal oldalon látható a soundtrack albumhoz adták ki, ahhoz csomagolva lehetett kapni, az amerikai kiadásról beszélünk, hogyha valaki meg akar venni egy ilyen kiadást, és így van ez a plakát, akkor nem azt mondja, hogy nem ér semmit, de $10 körül össze, vagy $20, viszont benne van ez a plakát, akkor viszont sokkal többet ér. A másik, ugye szintén egy John Burke plakát, ami jobb oldalon látható, ezt a magyar kiadású, első kiadású regény borítóraként is ismerhetitek, és ezt használtam fel most a ajándék plakáthoz, amit az első 500 évvásárló ugye megkaphatott. Érdekes még azt elmondani, hogy John Burke nem látta a filmet, úgy csinált ezeket a plakátokat. Aztán a következő lépcsőfok bal oldalon, a Hildebrand testvérek klasszikus plakátja látható, ők 36 óra alatt festették meg ezt a plakátot, ugye a kék színű plakátot, és itt ilyen nagyon heroikus pózban vannak ugye a karakterek, ők csak fekete-fehér képeket kaptak, ilyen promóciós fotókat kaptak a karakterekről, és az alapján kellett meg létrehozni ezt a művet. Ugyanezt tovább gondoltak később Tom Young, ugye a jobb oldalon látható plakáttal, és kicsit finomított a kivitelni, nem ennyire szoborszerű, nem ennyire panoptikus-szerű megjelentést választott ehhez, hanem sokkal finomabb eszközökkel élt, és inkább ez lett utána, ugye a jobb oldalon látható lett a konkrét mozikban is használatos filmplakát. Ebből számtalan reprodukció készült, ugye az ének olyan Magyarországon sárulták pár évvel ezelőtt ezeket. Aztán újabb két plakát következik, már 1978-at írunk. Ugye jobb oldalon látható, hogy bal oldalon látható, bocsánat, a Tom Central munkája, ő egy angliai kampányhoz készített ezt a plakátot. Nagyon érdekes, utána mindenhol felhasználták ezt a festményt, pólókon, táskákon, tolltartom, füzete, mindenhol ez a festmény kerül. Jobb oldalon pedig Charles White és Bruce Hutton közös alkotásban látható. Egy
picit már megint kérek egy kis hangot a lejjebb venni a zenéből, köszönöm szépen. Azok a lényegek, hogy a régi 40-es évekbeli hangulatot idézzék vissza. Ugye elég furcsa a köpenye van Dáfélre, mint hogyha valami Dracula gróf lenne, ami nagyon hasonló, és ez a fura összevisszaság, mint a lenne tépkedve a plakátnak a széle, hogy ez pont azt idézi, cirkusz plakát is ugye ez a, ennek a stílusnak a neve, mint hogyha lenne tépkedve ugye a ilyen táblákra, amik az ilyen utazó cirkuszoknak a sajátjai. Aztán jön a következő korszak, ugye a videóban visszavág, 1979. augusztusában jelent meg a bal oldalon látható Darth Vader fejes plakát. Ez az első olyan, amit fotóztak. Ugyanis itt egy olyan fotót láthatunk Darth Vader sisakjáról, ami a filmben is szerepelt, ugye ez a sisak, és azt egyszerűen csak lefotózták, költötték egy ilyen csillagos háttérre, és egy 10.000 plakát. Köszönjük, hogy nem sok művészet rejlik benne. Viszont jobb oldalon már ismét egy fogján festőt láthatunk, egy nagyon finoman kivitelezett alkotást, ami tényleg azt mutatja be, hogy Darth Vader, aki igencsak mellék, nem azt mondom, hogy mellék szereplő, de másodhelyen is volt Darth Vader kormányzóhoz képest az első filmben, itt már fő gonoszszá lép elő, és igencsak jelentő szerepet fog kapni a filmben. Ennek több változata is készült, ugye itt most tárbombázókat láthatunk repülni ott a háttérben, ott Darth Vader-nek a köpenye alatt, készült olyan is, ami hósiklókat lehet látni. Meg van is, amire később rátették Jódát is, mert ugye az úgy le van a terve a varrásban. Ez később egyébként bekerült a magyar anyagba is, amit küldtek a Lucasfilmtől, de nem használták föl, ugye ott Helmi Tibornak a festményei kerültek gyakorlatilag az utcára. Viszont a mozi ismertetőhöz, a mozi műsorfüzethez ezt a plakátot felhasználták. Aztán ugye a nagy klasszikus Roger Castell festménye, amiről szintén több változat készült, ennek ugye azt a címet adták, hogy elfújt a szél, és pontosan azért, mert ugye Han Solo és Leia Hersen, félreértetlenül, ugye egy csókolózó pozitúrában vannak megörökítve, pontosan úgy, ahogy annak idején, 1967-ben készült plakáton, az elfújt a szélnek az új bemutatója idejére készült plakáton, a szintén Roger Castell festette, és innen jött az alap, hogy George Lucas őzik kérdezett előtt, hogy festenek akkor ugyanezt, csak Star Wars-os változatban. Hát meg is történt. Ezt később, ezt a plakátot kibővítették több karakterrel és mindenféle egyébbel. Tom Young nyúlt bele, most idézőjelben mondom, ugye még Boba Fettet, Lando Calrissiant is hozzáfestette, aztán volt ebből is egy olyan verzió, hogy Yoda is rákerült, de az eredeti verzió az ez volt. És hát ugye egy igazi különlegesség, 1982 vége, a Jedi visszatérnek a, pontosabban a Jedi bosszújának a reklám kampánya ekkor kezdődik. Drew Susan festette meg, ugye ez neki már harmadik munkája volt, vagy második munkája volt ilyen Star Wars-os, később ő lett ugye a filmplakát festésnek a pápája, fejedelme, vagy nem is tudom, hogy nevezze őt. Ekkor ugye mindösszesen ajtott a filmről, hogy mi lesz a címe, meg az, hogy minek kéne rákerülni erre a plakátra. És ő valóban látom, hogy a Revenge of the Jedi, a Jedi Bosszúja címmel viselő plakát, amit egy nagyon érdekes dolog volt, csak postai úton lehetett hozzájutni. Tehát a rajongók megrendelték postai úton, elkezdték meg a postát, aztán jött a bekatonás George Lucasnak, hogy minden nap megváltoztatnák a címet, és mostantól kezdve ez inkább Return of the Jedi lenne, és minden, amit eddig kiadtunk, azt akkor most hagyjuk a felébe, és vonjuk vissza mindező üzletekből, forgalmazásból, stb. Úgyhogy aki akkor lecsapott erre a poszterre, az nagyon jól járt, és ugye megváltoztatták a címet, kiadtak egy körlevelet, ugyanis a cégeknek, akik forgalmazták a posztert, vagy postai után ugye meg lehetett tőlük rendelni, most azonnal vágják föl apró darabokra az összeset. Na hát ez nem történt meg, mert volt, aki szépen hazavitt belőle egy jó adagot, és a 10 dolláros poszter hirtelen 200-ra ugrott egyik napról, nem egyik napról, egyik órára a másikra. Tehát addig 10 dollárra árusították, aztán már 200-ra hirtelen az állat. Aztán folytatódott a sor, amikor már itt adott Jedi-ra a film címe, baloldalon még mindig a teaser plakátnak a hatása. Ugye Tim Riner festette ezt a plakátot, az a különlegesség, hogy a fénykardot tartó kéz, az nem más, mint George Lucas keze, az ő kezelet lefotózza, és ezt
festette meg a művész. Ez később a 90-es évek közepén egy visszatérő motivum volt a THX-es videókazetta kampányban, és elég rendesen ütötték akkor is. Jobb oldalon pedig egy japán művész Kazumi Sano festménye látható, ami szintén egy nagyon finom vonalakból és nagyon finom ecsetkezeléssel látható munka. Ugye azért gondoljunk bele, ezeket festették, nem Photoshopban eszkálálták, nem pakolgatták csak össze, mint valami nem is tudom, mint fotomontást, hanem ezeket konkrétan meg kellett festeni előtte, és tényleg hihetetlen hozzáértésről ezt a bizonságot, hogyha valaki ilyet összerakni a saját kis kezével. Ugye külön érdekes, hogy a háttérben mindig Darth Vader fenyegető lényben az, ami látható, előtte viszont Luke Skywalker egy ilyen furcsa alapjával. Ugye ezt is bizonyítandó, hogy ő a jó oldal, a képviselője. Aztán persze a magyar borzalma. Hát nekem meg kell mondanom őszintén, sose tetszett, akkor sem tetszett Helyényi Tibor munkássága, és most is azt mondom rá, hogy hát ezek, tehát az első ugye a csillagok hátulja bal oldalon, az jól emlékeztet, hogy Monty Python sorozat plakátjára, mint a csillagok háborújára egyébként. Ő se látta a filmeket, egyetlen egy kockácsony szerintem belőle, csak innen onnan például Ratner Corley koncertátjából ott ugye alul a szákoló X-szárnyú, az pont abban van kiszedve. De az, hogy mi lehetett a Jedi visszatérve az a nagy kapufogó valami, az a rozmásszerűség, azt nem tudtuk rájönni. Viszont egyszer Lucasfilmnél felvetették, hogy ezt a szörnyet bele kéne tenni a Clone Wars animációs filmbe, és hogy elég szabadon kapna, akkor még bele is kerül, de aztán nem kerül bele, hála Istennek. Tehát amikor meghalt a művész egyébként, 15 ezer dollárért árverezték el a három festményét, egy ismeretlen rangó vásárolta meg, miközben az összes többi munkája az jóval kevesebb, sőt volt olyan, ami összesen 80 dollárért kelt el, mert annyira nem számoltál senki. Ez volt a, ugye ez azért, pont azért lett ilyen drága, mert a Star Wars volt. Egyébként valószínűleg nem lett volna annyira érdekes. És még egy érdekes dolog ebben az időszakból, ez a felvidéki landás műve, ez belső téri használatban lett, ilyen felhő plakátként kirakom moziban és kultúrházakban is mindenhol voltak ilyen vehető. Akkoriban ugye Magyarországon 20 ezer olyan hely volt, mozikat, kultúrházakat, kis vetítőket, színháztermeket bele számítva, ahol filmeket lehetett vetíteni, mozifilmeket lehetett vetíteni, 20 ezerről beszélünk, és hát ugye kellett hozzá a marketing anyag. Hát itt is elég érdekes elképzelések voltak, ugye azért visszaköszönnek bizonyos szinten promóciós anyagoknak a képei, de az, hogy például George Lucas nevét George-nak írják, a franciásak, az elég furcsa, tehát még erre sem vették a fáradtságot, hogy ennek utána nézjenek. És térjük vissza az amerikai vizekre, bal oldalon egy újabb Bruce Lee festmény, ő már elég erősen kapaszkodik abban, ebben az időszakban, és nagyon nagy hírnevet szerzett magának. A 10. évfordulóra, a Star Wars sorozat indulásának a 10. évfordulójára készítette ezt a plakátot, ami szintén az ilyen 30-as, 40-es évek hangulatát idézi, ugye ezek a világos barna színekkel, meg ezek a tényleg, ez az esetvezés egyszerűen zseniális, tehát én mindig elálljunk ezzel a művészeti munkával, amit ezekből belefektettek, ezekből csak a plakátokban és minden másból is, amit annak idején csináltak. Jobb oldalon pedig Sunao Sanda pedig a 20. évfordulóra készítette a Special Edition idején jelent meg ez a plakát, ami szintén nagyon összefoglalja a trilógiát. És hát ugye azért gondoljuk bele, sok olyan plakát készült, és majd többet ilyet fogtok látni, amelyek nem kerültek igazából kereskedelmi forgalomba, mégis meg lettek csinálva, tehát elkészültek, a művész sokat dolgozott rajtuk. Ugye Bruce Lee-en ekkor már állandó munkatársa lett a Lucasfilmnek, állandó felkéréseket kapott, és őt bízták meg azzal, hogy akkor most a Special Edition-höz, ugye 20 évvel teljes évfordulóra, ami nálunk milyen kiadás volt, különleges kiadás, vagy felújított változat, bocsánat, csinálj egy
egy olyan összegyűlő plakátot, ami ugye mind a három filmet szimbolizál különböző színekkel, ugye a csillagokából a Tatooine, William Wissler a Holtot, a Jedi Wissler az Endor, ugye a színekkel szimbolizálja, és bár össze vannak a karakterek keverve, hiszen a William Wisslerből Darth Vader és a császár, ugye a Jedi Wissler-ben látunk őket így, stb. Ettől függetlenül nem ez a lényeg. Maga az, hogy egységes koncepciót tudtak adni a három film plakátjának, ez volt a fontos benne, hogy ez egy történetként tessék szemlélni őket, és hogyha összerakjuk ezeket a plakátokat, akkor láthatjuk, hogy mennyire igaz is ez. Közben muszáj egyet kordítanak, elnézést. És akkor még egy nagyon fontos plakát ebben az időszakban, ez a magyar, ennek készült magyar változata is, és az akkori forgalmazó, ugye az Intercom, ezt a plakát ugye magyarítva tette közszemlére, ugye alul a felirat, hogy három ok, amilyen mozikat építettek, filmszínházakat építettek, Csillagok háborúja, Willow Wisslag és Jedi Wisslag, ez a legfontosabb üzenete ugye ennek a plakátnak be is jött. Aztán új korszak kezdődött 1998-ban, ugye akkor jöttem az epizódban 15 plakátja, amit valóban láthatunk, ugye ennek innen, és a falra vetülő árnyéka, ugye a Darth Vader-rel. Itt már a photoshopolás volt az, ami elkezdett beszüremkedni. Az igazi művészeti munka pedig kezdett nagyjából háttérbe vonulni. Mindenki eltűnti, hogy ennek megvannak a jó és a rossz oldala. Én azért sajnálom, ugye jó oldal, ami mindig volt az Bruce-Ulnyan-féle plakát, hiszen ő volt a fő plakátmesterre az egésznek, viszont az ilyen karakter plakátokat már egyszerűen csak a műterű fotózás volt az, ami meghatározott, vagy itt a filmből kivett pillanatképek, és a mozáikot kis rövid üzenetek, szövegek. Ilyenekből egyébként hármatának összeraktak, amit Darth Maul és Qui-Gont, és ebből egy nagy borges plakátot ír az utcákon. Ugyanez a tendencia folytatódott az epizód 2-nél is, ugye bal oldalon látható a 10-es plakát, ami ugye a két karakternek az egyfajta ilyen társadalmi különbségét mutatja, ugye a szenátornő és a gyakorlatilag a senki Jedi növendéknek a viszonyát, és hát jobbra pedig ugye a szokásos 20-es igazi filmplakátok, és aztán jöttek ugye itt is a karakterplakátok helyébe, de itt már megoldották azért annyiból, hogy többféle csináltak, kétféle koncepció volt. Volt egy ilyen háttérben a Jedi magok, ugye a bekapcsolt fénykarddal, és a világos oldali karakterek, szereplők, és különböző formációkban, tehát gyakorlatilag végtelen számú ilyen plakát készült mindenféle összetekkel, ki szerepelje rajta, hogyan, milyen beállásos, stb. Az igazi furcsaság viszont a sötét oldali szereplőkkel volt, hiszen a háttérben a klón hadsereg látható, és akkor egy kicsit elbizonytalanodott az ember, hogy most akkor a klónok melyik oldalon állnak, hiszen ezt úgy tudtuk, hogy ők a jó oldal, de mégse akkor annyi nem volt. Tehát 2002-t írunk, és ugye ezek magátok akkor jelentek meg, a Django Fettes, bocsánat, az akkor Magyarországon is ki volt elég sok helyen, Citylight véletlen, tehát meg lehetett nézni. Aztán jött az epizód 3, ugye nagyon fura a tízer plakáttal, ennek a köpenyéből egy ilyen groteszk Darth Vader fej bukkan elő. Ezt a New Real Entertainment nevű kreatív stúdióra csinálta, több száz alkotásból kiemelve, és legalábbis így kommunikáltak, hogy tudod-e jól lesz nekünk. Hát nem nézik ki valami szépen, szerintem ennél jobbat is lehetett volna összekábálni. És hát jöttek szokás szerint a karakter plakátok. Egyből a Darth Vader-eshez volt felirat, ugye ez a Rise Lord Vader,
az összes többi ez nem. Tehát itt is azért voltak ilyen döccenők, hogyha annyira egységes, akkor a Lord Vadernek miért kell? És itt már a Photoshop teljesen leuralta az egészet. Nem is próbálkoztak azzal, hogy a filmplakáton kívül, a mozipagáton kívül nekiálljon festeni. Aztán egy új korszakot jelentettek a Harold és Ignatius sorozatok, ugye a klónkorszak, a megjelenése. Itt azért más volt a helyzet, ugye ezt is festették volna, hogyha akarják, de nem akarták, ezért úgy azt találták ki, hogy magukat a Harold és karaktereket tudják beállítani olyan pozitúrába, hogy az egy plakátnak megfelelő legyen. És ugye az új karaktereknek a megjelenése, mint az Ahsoka, az elég sokat dolgott, és ugye ugyanez a tendencia az már folytatódott a Rebels sorozatnál is. Csak még erőteljesebben, és ez jó alapot adott ahhoz, hogy a későbbiekben ugye nagyon sok karakter poszter jelenjen meg a különböző filmekhez. Akkor még ugye nem volt Disney Plus. Úgyhogy akkor a Cartoon Network, meg a XD, meg nem tudom, hol mentek ezek a sorozatok. Az a Bad Batch azért már eljutott a Disney Plus-ig. És itt azért a 3D-s karakterek már megtették azt a szívességet, hogy ne annyira műli környezetben legyen meg, hanem azért legyen valami olyan háttérlevel körülöttük, vagy nézzenek ki ők inkább sokkal filmszerűbben, mint ahogy az előzőekkel láthatunk, hogy ne legyen ez a palomfilm hatás, ez a műanyag film hatása az egész. Azt hozzá kell tenni, hogy a plakátunk előző része, ezek a plakátunk előző része kerül utcára, például ilyen Steelite-os forgalomban, villamos megállóval láthatok. Legnagyobb rész az elektronikusan, internetes kampányokban jelenik meg, és pont azt érzékeltette, hogy mennyire sok rész, amikor elkezdik bombázni az embernek a acsétjeit azzal, hogy van 73-féle karakter plakát egy adott filmet, sorozathoz, amit most láthatunk. Ez valahogy azért van, hogy alaposan bekúsztam az agyunkra ez a rész, és arra azt érezzük, hogy neki meg kell nézni ezt, mert ezzel alapvetően nincsen gond. Még akkor sem, hogy túltolják, mert nekünk miért kéne bele részt venni, kikapcsoljuk, aztán kész. Viszont tényleg rengeteg, iszonyatos mennyiségünk volt, már a Bedvecsen is. Ugye ez a harmadik szezonnak volt a tízebb bakátja, a feladatok nélkül. De visszatérve az élő szereplős filmekhez, 2012. február, ekkor mutatta meg az Episode 1-t, a 3D-s változatot, ami egy felkonvertált 3D-s volt, eredetben nagy sikert azonban, tehát plusz 100 millió dollárt lehetett hozzájönni a korábbi bevételeihez. És ez bizonyította azt, hogy a Star Wars még mindig lehet moziba futtatni, tehát nem muszáj lemondani róla. Ez is már ugye a Photoshop-os hatás az, ami különböző világos sötétoldali verziók készültek ilyen plakátokból, és a előbukkanó űrhajó például meg a holdrész az azt sugalmazza, hogy három űrhajót látna ezért a felszabadítóval a térjel, ami korábban nem volt. A második harmadik részen is lett volna ilyen, de aztán ezeket nem mutatták be. Aztán 2015, ugye új trilógia kezdete, Force Awakens, egy nagyon furcsa ötlettel azt látták, hogy 10 plakát, ugye, amit valóban láthatunk, az csak legyen egy csillagos háttér, a logó, meg ugye a felület benne, aztán kész ennyi. Hát ez köszönjük, nem valami sok. A középső viszont már megint Ross Ozen festménye. Ő visszavonult ugye a 2010-es évek elején, de egy idő után rájött arra, hogy nem tud megjelenni a munka nélkül, kreatív munka nélkül, újra elvállalt egy ilyen 10-zer plakátot, ugye ez a második 10-zer plakát volt, amit középen láthatunk, és csak annyi szereplő van felfedve, ami éppen szükséges, ugye az első trélerben vagyunk túl, amikor kijelzi a plakát, első trélerben vagyunk. Aztán jöttek itt is ugye a karakter plakátok, mindenhol mindegyiknek készítettek a főszereplőnek egy ilyen közeli arcos plakátot,
valahogy Pódemeronnak nem sikerült, nem tudom miért, tehát őről is készült valamilyen kép, és ez úgy lerontja az egész sorozatnak a karakter sorozatnak a lényegét. Még BB-8-ből is volt közeli kép, Pódemeronnal nem sikerült. Ugye elég erősen megosztanak a vélemények erről a filmről, már erről is, nem csak az egész trilógiáról magában. Tehát ugye $2 milliárd ért el, és nekik ez volt a lényeg. Viszont ami a művészeti munkához való visszatérés jelentett, az IMAX plakátoknak a megjelenése volt. Ez csak az IMAX mozikban lehet elérni, ugye Amerikáról beszélünk, vagy éppen Japánról. Nagyon nagy gyűjtői útusza lett ezeknek, minden filmhez négyféle ilyen plakátot adtak ki, különböző színekkel, és különböző helyszínekkel, különböző jeleneteket raktak össze. Ezek tényleg jól meg lehetett csinálni. Aztán a Rock One, ami üdvő változatosság volt, és ekkor azt mondtam, hogy na, ti tudtok filmet csinálni, hogyha akartok, és hát akartak, ez bizonyította. Ugye itt is volt egy 10 plakát, ugye csak simán a Rock One logóval, aminek nem sokat mutatok. A második 10 plakát azonban ezzel a furcsa, hogy nem tudom, milyen bolygó lesz ez a hawaii külsőségekkel megállott tengerpart, ez úgy meglepett, és azt mondtam, hogy ebből még lehet is valami. Aztán a harmadik, de már el is dölt, ugye a filmen nem nézve azt mondtam, hogy hát ez a szív, ez az úton kell tovább haladni. És hát itt is Thomas számra lőttek a fotósok volt karakter plakátok, ugye az arcokra vetik a halálcsillag tervével. És rengeteget csináltak belőle, ezekből is elég nagy méretűek ki voltak például rakva a mozikban, a Lóriászban, annak idején ugye egy Ginerso és egy Cassian-Andor volt kitéve, amit aztán később megkapottak, nem örültem neki. Aztán egy szélvihar az egyik komikonon, Budapest komikonon, ezt Roma döntötte, és el is kellett búcsúznom tőle. És hát a távol kellett sem maradjon ki. Ugye a Lucasfilmnek felvett szándéka volt, hogy meg fogja hódítani Kínát. És minél erősebben próbálkozott, ugye erre mondta azt, hogy minél erősebben szorítják a markukat, a csillagrendszer esik a kezükből. Hát ez történt Kínával is. Hiába hoztak a kínai szereplőket, hiába rakta bele ilyen karaktereket, egyre inkább nem érdekelt ott senkit. Tehát volt olyan időszak, ami 23 millió dollár volt összesen a kínai bevétel egy szállószínűnek, nem működött. Ugye az előzőekben koreai, most pedig a japán karakterplakátok, azt láthatjátok. Mások ugye a színrendszerek, mások a színvilágok, ugye ezek a kultúráknak, és elég jelentősen eltérnek egymástól, de nagyon különbözni akarnak mindenkitől. Japánok pedig nem számít a pénz, ott bármennyit hajlandóak rákölteni, és azért csináltak itt is olyan plakátokat, amelyek ugye ez is IMAX exkluzív plakát volt, amelyek még a régi korszakra hajaznak. Az igazi művészeti munkát is be lehetett ölni ilyenben. Aztán jött a Last Jedi és visszatértünk a régi kerékvágásba, ugyanaz a régi történet, mint a 7. rész idején, csak most már a Star Wars logos piros lett, és ez meghatározta a plakátoknak is a menetét, a reklám kampányt erre a pirosra, hogy a kerékbordóra alhozták. Van, aki kitalálta, nem tudom ki volt az a pihent, hogy mi lenne, hogyha lennének vágva a fejek így fölül, és akkor találgatni kelljen, hogy ki így csoda. Ugye nekünk ez nem okoz gondolat egy átlagos rajongónak sem, de aki meg nem az, annak igen, hogy vajon ki lehet az a Piton professzor talán, vagy valaki más, de nem biztos, úgyhogy, de mit keresne a Star Wars-ban? Hát ezt találja ki mindenki saját maga. Úgyhogy a reklámkampánynak ez a része egy kicsit félresiklott, és ezt sokan félre is értelmezték, aztán készültek olyan plakátok, ami már rajta volt a karakter teljesen is. És akkor próbálkoztak olyannal is, ami sokkal több szereplő látható, és persze jöttek a jól ismert IMAX-es plakátok, ahol visszatérhettünk egy kicsit a normálisabb művészeti munka vizeire. Ezeket ugye a Last Jedi lemezborítóra is felhasználták, hogy a vinyl lemezen is megjelentek ugye ezek a filmzenék, és korlátozott pénzen számban, nekem is van ebből például egy példányom, ilyen IMAX-es plakátokkal is megjelentek. Plakátborítókkal is meg lehetünk vásárolni.
és a szám szóló. Ugye mi a bandológia film következett, aminek hát vegyes volt a meglehetősen fogadtatása. Ez az első olyan Star Wars film egyébként, amely anyagilag megugott. 375 millió dollárt forgalmazott, 300 millióval került maga a film. A személy számításaink szerint ugye ez nem azt jelenti, hogy annyi volt a bevétel, ami a stúdióhoz került, vagy a Disneyhez került, hanem nagyjából ugye fele. Amerikában a felét kapják vissza, Európában 43%-ot, Kínában pedig csak 23%-ot, így tovább. És egyre kevesebb és kevesebb volt, tehát gyakorlatilag ez a film egy olyan jó 140 milliós bukás volt a maga idejében. Gyakorlatilag a kiadások, az ilyen DVD-s, Blu-ray-es kiadások mentették meg persze a tévés forgalmazást. Itt az volt a koncepció, ugye a teaser plakátról nem sokat lehet mondani, hanem inkább ez a westernes hatás legyen az érvényes, legyen meg ugye minden falkonnak az a háttere, az a üveg, a pillanatfülkének az ablaka, ami egy jó isten motívum, és az elé tegyük a karaktereket, mindenféle történéseket, amik a filmhez kapcsolódnak. Nagyon érdekes például, hogy a Csubakát játszó karakternek nem írták ki a nevét. Mindenkinek ki van írva, a Csubakának egyébként nincs például. És ez rossz nyelvek szerint ez inkább volt egy Lando Calrissian film, mint Han Solo film, sokkal nagyobb az alakított Donald Glover, mint Olden Ehrenreich. Ennek ellenére ugye a Disney nagyon sokat fektetett a film marketing kampányával, és ez ugye jelentősen felhúzta a költségeket utána. Tehát elég késő jött az első trailer, mindössze két hónapról a premierig hátra, amikor az első igazi Barbie Neuro trailer megjelent. És hát nem minden néz ki ugyanúgy, például Rio sem néz ki ugyanúgy, mint a filmben változottában. Aztán, amikor ugye megkezdődött a nemzetközi kampány, akkor mindenkinek elveszették a gyeplőt, azt csináltak, amit akartok, csak legyen belőle valami. És hát egy furcsa színvilágú plakátot láthatunk. Ez például egy olyan alkotás volt, ami azért bukott le, mert kiderült, hogy ennyiben korábban egy jazz cégés sorozatnak ugyanez a koncepciója, hogy ilyen régies lapokon, amik megvannak sárgóba, ugyanilyen betűtípussal, ugyanezzel a izével néznek ki belőle a lemezborítón a különböző zenészek. Hát egy perc alatt lebuktak gyakorlatilag, az internetet manapság nem lehet elmúlni. És hát így nézett ki a görög kampánynak a plakátsorozata, aztán távol keletet is nézhetünk, Kínát és Japánt. De józan is sem szabott határt, főleg, hogy a baloldali képet nézik, ahol hát furcsa, hogy férne meg így a falkonnak a pillanatfülkébe. De az a klasszikus westernes hatás azért nem alakult el. Tehát gyakorlatilag ez a film, ez tényleg inkább egy western film volt, mint egy Star Wars film. Annyira nem volt rossz, de nem vágottunk érte annak. És ez itt a 9. rész, ugye a Star Wars szaga befejező, vagy inkább lefejező epizódja. Szokásos teaser plakát, semmi kék színű, akkor legyen kék színű, utána minden. És hát ugye a film és a film mozi plakátja, ugye ami jobbról látható, ott már elég sok karakteret is rá sugasztottak, csak hogy legyen belőle valamilyen olyan látható dolog, hogy miről is akarsz szólni. Majd napig nem tudom, miről akarsz szólni a film. Ha jeleneteket egymás után dobálunk, attól az nem lesz film. Ha nincsen valami egységes koncepció, valami átívelő szál, ami alapján még lehet nézni, akkor miről beszélünk. Ennek ellenére azért voltak még mindig törekvések arra, hogy megpróbáljanak például ilyen plakátokat csinálni, amelyek összefüggenek egymással. Ezeket próbálták magazinokat jelölni, ez egy nagyon jó bevett szokás volt, hogy egy magazin többféle borítóval jelenik meg, és akkor milyen jó lesz, hogy többet elég belőle adni, de akkor azon megveszik 2, 4, 5, 6, hogy bármilyen borítóval megjelenik. És ugye ezeket a plakátokat összerakjuk, akkor így kijön belőle egy egységes kép, viszont igazából a magazinokat ezt már nem hatotta meg. Tehát ezt még el lehet tudni a Special Edition-nél, el lehet tudni az Epizódvánnál, el lehet tudni a Force Awakens-nél. Ami igazán bejött,
azok még mindig a IMAX-es plakátok voltak, a gyűjtők erre voltak rá mozdulva, mert ugye ezek tényleg nagyon korlátozott volt a megjelenése, és utána csak reprodukcióval sokkal kisebb verzióval. Hát volt ez, hogy lehetett a plakátokhoz hozzá lehetett tudni kicsiben a komikon, nagyon pici volt a mérete. Aztán jött az új korszak, a téli sorozatok korszaka, 2019 megmentél a Mandalorian, a Star Wars Galaxis szó szerint. A Disney Plus indulásakor ugye ez volt az zászlós hajó, és a másik nagy meglepetés ugye, ami passzol, Rudy Göransson fantasztikus zenéje, ami teljesen viszont hozott a Mandalorian világába. Itt is ugye már Photoshop érvényesül, nem valaki egyszerű fogja a kezébe, hogy meg akarok festeni valamit, hanem inkább Photoshop-hozunk szép az egészet. Ez is ugye egyéni szociális probléma, hogy kinek mi tetszik, mi nem. Vannak között egész jók, egészen nem. De most a harmadik szezonban már ez sem valósul. A első-második szezonban még inkább azt mondom, de itt már ez a cápafogas körítés, ami van a képeken, és csak kivéve egy ilyen promóciós fotó, hát ez nem valami nagy kreativitása van. És hát másos szám kerültek el ezek a poszterek is. Javarészt ugye a internetes forgalmazásra, és azt a legálkan már erősítették, de ennyiről nem voltunk erősíteni, mindenki nagyon szereti, mindenki nagyon szerette, és valószínűleg ez fog történni valami mozifilmben is, hogy eljövünk a kerülni. Lesz egy évhez zászlói, amit meg lehet nézni nyilvánvalóan. Farvizén, mi lenne, hogyha egy másik jelentős folytatnám a történetet. Ugye Kuka Horhő címmel indult egy, hát nem azt mondom, hogy spin-off, egy teljesen önálló cselekményű sorozat, ugye egykori legendás felvadászt állítva a középpontba. Az ő reklámkampányát is ugyanezt követte, csak ami furcsa volt, hogy néha a Din Djarin, ugye a Mandalorian erősebb szerepbe került, mint maga a Boba Fett. Ugye volt két olyan rész, amikor gyakorlatilag csak ő volt a színen, és senki más, aki nyomogó lett volna. Viszont az is furcsa volt, hogy előkerülnek egy olyan karakterek élőszereplősként, mint Cad Bane, aki a Clone Wars-ban tűnt fel, az animációs sorozatban. És egy jó néhány ismerős arcot is bemondtak, például Jennifer Grace a Flashdance-ből. Aztán jött az Obi-Wan Kenobi sorozat, ami ugye szintén elég erősen megosztotta a közönséget. És itt is az első plakátok még arra mutattak, hogy azért lesz valami ebből az egészből. Aztán utána persze volt egy kis kanyarodás az egészről, hogy ez nem így képzelt, hogy ezt nem gondolom, hogy ez nem így csináltak volna. Ami a karakter plakátokat illeti, jobban hasonlítanak a Star Trek borgjaihoz, mint az egyébként, ez a félszemű megoldással elég furcsán vették ki őket, és tényleg boldog-boldog, az utolsó droidról is csináltak egy karakter plakátot, csak hogy próbálják pörgetni a reklámkampányt. Az új színezetet ugye az Andor hozta, ami egy meglepően felnőttes hangvételi sorozat volt, sokan tetszik, sokan nem. Nekem nagyon bejött, azt kell, hogy mondjam, mert teljesen más megjelenítésbe helyezte azt a korszakot, ugye a Bőrünknek a csúcs korszakát, amikor a halálcsillag készül, és egy teljesen más szemléletű kampányt is készítettek. Jobb oldalon még egy román plakátot láthatunk, de ez azért készült, mert ugye akkor mutatták be a sorozatnak az első epizódját, és előtte még az IMAX-ban két évig játszották Amerikában a román bemenítésben. És ugye jöttek itt is a karakter plakátok, ez a vörös és sárga színvilág, ez nagyon odaütötte magát. És legalább megpróbáltam valamire hajazni arra, hogy mi lenne, hogyha festenénk is ezeket a plakátokat. Ez a Photoshopban egyre telik ugye ezekről. Ez mégiscsak jó, mint hogy csak simán
hogy ilyen karakterget ordobálnánk, mindenféle körülkezés nélkül. És ugye ez oka, ahogy visszatérünk ahhoz, hogy már nem is kell semmiféle egyéb körítés, sokkal inkább elég lesz, hogyha műtelmű fotózás, van valami háttér, és akkor csak úgy oda van, mint ezt a cím. Sajnos ugye időközben a mennyiség, az a minőség rovására is meg most éri, nem a filmerről gondolom, senki nem értse félre, sokkal inkább erre a művészeti munkára, tehát ez a plakát szempontjából mindenki el van, gondolom döntve az irányba, hogy utasson valahogy, nézzen ki valahogy, mert hogyha simán egy ilyen plakáton akarok valóban egy fénykép, hát azt ki tudom nyomtatni mindenhol, de hogyha a igazi minőséget szeretnék, akkor nyilván azért még hallom vagyok fizetni is. Itt is próbálkoztak hasonlóan, tehát hogy valami olyan filmes mozis hatásúak legyen szó plakátok, amik megérdemlik a figyelmet. Hát most ezekből is láthatunk egy párat. És hát ugye hamarosan következik van a Decolite, amiről még nem sokat tudunk mondani legalábbis. Én nagyon remélem azért, hogy sok számra érdekes és nézhető sorolat lesz, és abban is nagyon bízok, hogy azért a műzítő vonal nem fog kialni ebből a dologban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egy órakor lesz akkor egy vizetívunk, addig lesz egy pár rövid programfilm, egy nagyon rövid és kis interjúval, és egy órakor pedig legyen itt, és akkor belecsapdok, és